a Megyei Jogú Városok Szövetségének jegyzői kollégiuma Salgótarjánban, a Salgó Hotelben ülésezett szeptember 25-e és 26-a között. A kétnapos jegyzői tanácskozás során a 2013. január 1-ével életbe lépő, a közigazgatási rendszert érintő változásokról értekeztek az ország megyei jogú városainak jegyzői. Az ülés első napján Székinyi dr. Strémi Melinda, Salgótarján polgármestere, a rendezvény házigazdájaként köszöntötte a megjelenteket. A tanácskozásnak úgy gondolom nagyon fontos szerepe van, nem csak a megyei jogú városok életében, hanem az ország életében is, hiszen a közigazgatási átalakulás egy olyan fázisában vagyunk, amikor is én azt gondolom, hogy a kormányzat is nagyon komolyan számít a megyei jogú városok tapasztalatára, bölcsességére, véleményére. És hát ha semmi más, csak a két napi rendet emelem ki, a köznevelés, közoktatás kérdésének átalakítását és a járási rendszer kialakítását, hát akkor azt gondolom, hogy bőségesen van még tennivaló. Tehát én úgy gondolom, hogy talán nem nagy szó az, hogyha azt mondom, hogy történelmi pillanat az, amikor a jegyzői kollégium Salgótarjánban tárgyal, legalábbis a magyar közigazgatás átalakítása vonatkozásában egy olyan pillanatot élünk, úgyhogy nagyon számítunk az önök munkájára. A polgármester asszony rendhagyó első napi rendi pont keretében bemutatta Salgótarjánt a tanácskozás résztvevői számára. Nem csak a város bányász múltjáról, de jelenéről és a megyeszékhely legnagyobb problémáját jelentő munkanélküliségről, annak okairól tudhatott meg többet a hallgatóság. Mindezek mellett a polgármester a lehetséges megoldásokat is vázolta. A jövő feladatai kapcsán többek között a funkcióbővítő városrehabilitációt és az ökoturizmus fejlesztését említette. Végezetül arról is beszélt városvezetőként, mire a legbüszkébb Salgótarján kapcsán. Ezt követően a kollégium megkezdte soros ülését. Marekné dr. Pintér Aranka miniszteri biztos, az Emberi Erőforrások Minisztériumából, a közoktatási intézmények állam által történő átvételével, valamint a köznevelési törvény változásaival kapcsolatban tájékoztatta a jegyzőket. Neuser András az ország legnagyobb kerékpárgyárának vezetője, a közösségi kerékpáros kölcsönzőrendszer kialakításának lehetőségeit vázolta. Az igazgató a helyi közlekedés kényelmes és környezetbarát alternatívájaként mutatta be a kerékpár kölcsönzőrendszert, mely nem csak biztonságos, de olcsó is. Tájékoztatója zárásaként jelképesen egy kerékpárt ajándékozott Salgótarján város vezetőjének. A kétnapos tanácskozás sajtótájékoztatóval zárult az ülés második napján. Székinyi dr. Strémi Melinda polgármester asszony, a Megyei Jogú Városok Szövetségének alelnökeként sikeresnek és hasznosnak tartja a jegyzői tanácskozást. Véleménye szerint az itt született javaslatok minden bizonnyal segítik majd a közigazgatási átalakulás gördülékeny lebonyolítását. Büszkék vagyunk arra, hogy a kormányzat felé benyújtott javaslataink, észrevételeink meghallgatásra találtak az elmúlt időszakban is. Jó néhány törvénymódosításunk bekerült, és így fogadta már el a parlament, és azt érzékelem a szövetségben dolgozva, hogy a kormányzat számít a szövetség munkájára. Ezért is fontos, úgy gondolom, a jegyzők mostani értekezlete, hiszen amikor a törvények megszülettek, akkor a kereteket adtuk meg ezeknek az átalakításoknak. Most következnek az úgynevezett apró pénzre váltás szakaszai, fázisai, amikor is a gyakorlatban kell megmutatni, hogy a törvényalkotó szándékát hogyan tudjuk lefordítani a mindennapok világára, egészen odáig, hogy milyen létszám marad a városi hivatalokban, milyen létszám jelenik meg a járási hivatalokban, vagy hogyan történik meg a köznevelés átalakításakor a fenntartó és a működtető együttműködése. Dr. Szekeres Antal, a Megyei Jogú Városok Szövetsége jegyzői kollégiumának elnöke, úgy véli, a legtöbb felmerülő téma kapcsán sikerült közös nevezőre jutniuk a kormányzati akarattal. Tehát minden egyes területen alapvetően szakmai szempontok szerint igyekeztünk véleményt megfogalmazni, ahol úgy láttuk, ott tettünk jobbító szándékú javaslatot, ahol pedig egyetértettünk a szabályozással, és nyilván ugye a legtöbb esetben ez volt,
ott pedig a végrehajtás során támogatásunkról biztosítottuk a minisztériumi szakembereket. Ezek a tanácskozások egyébként rendszeresek, most az időszerűségét ugye az adja, amit polgármester asszony is hangsúlyozott, hogy január 1-től lépnek hatályba azok az új szabályzások, amelyek alapvetően megváltoztatják a magyar közigazgatás területi szervezeti rendszerét és tagozódását, és ebben továbbra is mi úgy gondoljuk, hogy a jegyzőknek és az önkormányzatoknak meghatározó szerepe lesz, és ezt a szerepet szeretnénk összhangba hozni, koordinálni és együttműködni az állami közigazgatás szereplőivel. Dr. Gál Zoltán vázolta a két nap során, milyen témákkal foglalkozott a kollégium, valamint milyen döntések születtek a tanácskozás során. Salgó Tarján jegyzője többek között a polgármesteri hivatalok felépítéséről és feladatairól is beszélt a 2013-as évre vonatkozólag. A polgármesteri hivataloknak a jövőbeni, a 2013. január 1-e utáni felépítésére vonatkozóan adtak bizonyos támpontokat. Ugye arról lehet beszélni, hogy a hatósági feladatok jelentős része átkerül a járási hivatalhoz, és így az önkormányzatnál, a polgármesteri hivatalban a képviselőtestület működését segítő, illetve a város üzemeltetéssel, fenntartással, fejlesztéssel foglalkozó részek maradnak, plusz helyi adók, illetve hát a megmaradó hatósági tevékenység, amelyek ugye a kezdetén még arról szóltak, hogy lényegében az összes hatósági feladatkörnek 10%-a marad az önkormányzatoknál. Ez ma már ott tart, hogy 50%-ában marad a jegyzői hatáskörben lényegében ez a feladat ellátás, és hát ez az, amiben újra kell majd gondolni a polgármester felépítési szerepét.